Sziasztok, gyerekek! A Kincses Ládába ezúttal egy barangolásra imitálunk titeket, mégpedig a Mesék Birodalmába. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében az idei évben is megrendezték az óperenciás mesemondó versenyt és mese ünnepet. A helyszín ezúttal a döntő helyszíne a 7-7 Játék Múzeum volt, ahova természetesen a Kincses Láda stábja is ellátogatott. Most ezekből a mesékből szemezgettünk nektek, tartsatok velünk! Ne vágj matollát! Magyar népmese Kóka Rozália gyűjtéséből. Volt a falunkban egy restasszon, de az olyan rest volt, hogy még a tűz se égte volna meg. Legszívesebben elment volna a dolognak a temetésére is. De a szája az aztán nagy volt. Akármi volt, csak eső állott örökké a kert felől. Egyik évben erős sok kenderik termett. De ez a Justina, mert ez volt az asszon neve, nem fog meg belőle még egy orsóval se. Az embere, Pius, fét az asszontól, s nem merte mondani neki, hogy mi nem fon. Egyszer aztán, ha mégis megkérdette. Te, Justina, mi lett avval a sok kendervel, ami az őszön termett? Ha mi lett volna? Megfontam, de maga még arra se volt ura, hogy csináljon nekem egy jó matollát. Jó van, na, ne veszek egy. Hónap menjek az erdőre, s olyan matollát vágok neked, amelyen csak akarsz. Másnap az ember fogta a fészit, s elindult az erdőre, hogy matollát vágjon. De az asszon most az egyszer nem volt rest. Kapta magát, s kifutott a hegyen. Úgy ügyekezett, hogy mire az ura kiér az erdőre, addigra immár ő ott legyen. Kiesért hamarabb. Megbújt egy fa meg egy s várta az emberit. Kiment az ember az erdőre, s nezegette a facskacskákot, melyik lenne jó matollának. Felemerte egyszer a fészit, hogy kivágja az egyiket, de akkor szózatot hallott. Ne vágj matollát, mert nem élsz 6 órát! Piusznak a vére es meghűlt. Atya úristen, tám csak nem szózatot hallék. De akkor eszébe jutott a felesége. Hát még csak azt hiányzik, hogy matolla nélkül menjen haza. Esent emelte a fészit, hogy kivágja a fát. Esent hallja. Ne vágj matollát, mert nem élsz 6 órát! Piusznak a haja kinyomta a kucsmát, a fejéből úgy megrémült. Elgondolkozott. Mit tudjon most csinálni? Ha matolla nélkül menjen haza, Justina megeszi a szájával. Csak oda vágott a fatövihez. Ne vágj matollát, mert nem élsz 6 órát! Jó bégatott Justina elváltoztatott hangon. Pius ejettibe elvette a fészit, s megfutamodott. De futottám egy rövidebb út a Justinás. Mire az ura hotra válva hazaérkezett, addigra az asszony már ott állott az ajtóba. No ember, hozott-e matollát? Hadd el, asszon! Én akartam vágni matollát. Kés választottam egy ügyes facskacskát, de akárhányszor felemeltem a fészit, hogy kivágjam, örökké szózatot hallottam. Ne vágj matollát, mert nem élsz 6 órát. Elgondolkoztam, hogy én egy matolláért elhagyjalak téged ügyvezen. Inkább hazajöttem matolla nélkül. Jól estette, édes emberem, még hogy kend egy matolláért meghaljon. Hagyja el, meglugozzuk azt a fonalat matollátlan. Ken, menjen ki az udvarra, s csak arra ügyeljen, hogy míg én ideben lugozom a fonalat, addig a háztető felett egy csóka át ne repüljön. Ha csak egyes átrepül, a cseberbe az összes fonal mind csepűvé változik. Kiment az ember az udvarra, s keresett egy jókora dióverőkarót, s úgy hajkázta a csókákat, hogy szakadott meg. Oda B. Justina elé ráncikálta az ágy alól a sok fonatlan kendert, belé gyuszolta a cseberbe. Hammat szórt rá, s forró vizet töltött belé. Akkor hallja, hogy odakül norgon áll az embere. Jaj, asszon! Akárhogy ügyeltem, egy csóka csak átrepült a háztető felett. Ha mit csinált, kend istentelen ember? Jaj, oda az egész téli munkám, ubégatott Justina, hogy nem tudta azokat a csókákot megőrzeni. Ha nézzük meg, mi van a cseberbe? Ott aztán volt, mit nézzenek. Sok fonatlan kender esszegamatóva, hamuvas vízzel. Vihették ki a ganéra.
Pius kérte a bocsánatot, kérte az engedelmet Justinától. Ne haragudj rám, édes feleségem! Justina egy ideig könyörgetett magának, aztán megelégedett, és azt mondta. Na, jó van, hagyja el, imád ne busuljon. Meg jövőre esvetünk Endert. De akkor nekem jobban ügyeljen a csókákra. Kányádi Sándor, fekete mese. Egyszer egy nagy kerek erdőben, én már azt meg nem mondom, Afrikában-e, vagy Dél-Amerikában, de ott, ahol a papagájok, a kolibrik, a kanárik és a kis paradicsommadarak nem kalitkában, hanem szabadon és békességben tanyáznak, rikácsolnak. Furcsa gondolata támadt az egyik tarka tollú törpe papagájnak. Miénk az erdő, a dzsungel, minden fája, lombja, beszéljen, rikácsoljon, hát mindenki papagáj módra. Megszeppentek erre a kolibrik, a kanárik és a kis paradicsommadarak, mivel ők gyengécskék és kevesen voltak. Igenis, igenis, papagáj módra, rikácsolta most már a többi papagáj is, és még azt is közhírré tették, hogy aki felsőbb ágra vágyna, az járjon papagáj iskolába. Erre még jobban megszeppentek a kolibrik, a kanárik és a más hozzájuk hasonló aprócska madarak. Lekótródtak a fákról, s a fák alatt nagy búsan szomorkodtak. Tanácsot kellene kérnünk a sastól, pittyekték fejüket összedugva. A sasit nem parancsol, nem parancsol, rikácsolta a fő-fő papagáj, s vele a többiek is a fákról. Nem parancsol, nem parancsol, nem félünk mi a sastól, a sas többé nem király, de nem ám, rikoltották kórusban mindenfán. De hirtelen elsötétült az erdő, mintha egy hatalmas felhő suhant volna a legmagasabb fára. Mi ez a ricsaj lárma? Rikkantotta el magát a madarak királya, mert ő volt a maga hatalmas mi voltában. Sasultanunk, sasul! Vágta ki magát a fő-fő papagáj fürgén és ravaszul. Sasul-e? No hát ez derék, de mintha másról lett volna szó az elébb. Sasultanunk, sasul! Bizonygatták most már a többiek is fürgén és ravaszul. Megrázta magát a madarak királya, szétnyílott hatalmas szárnya. Jeladás volt, amitől egy-egy sas szállott minden fára. No hát, hogy tanulásul sokat ne killódjatok, ezennel leckét magam adok, mondta a sas király, s azzal a fő-fő papagáj tollastól bekapta. De a többi sas is követte a példát, és kiki bekapott egy-egy papagáj példányt. Azzal hús, tova szálltak. Nagy csönd lett erre az erdőben. A többi madár is visszaszállt a fákra. Mindenki szomorkodott, kiki a maga nyelvén. De a papagájok azóta sem felejtették el ezt a szomorú fekete leckét. Senkire sem akarják rátukmálni a maguk hangját, nyelvét. Inkább ők tanulják meg a többi madár, sőt, még az emberek nyelvét is. Egyszer, mikor Mátyás király szerteszéllyel járt az országban, hadd lássa, milyen dolga van a szegény népnek, egy falu szélén kiment a mezőre, és szóbálott egy öreg szántóvető emberrel. Vele volt a kísérete is, hatalmas nagy urak. A király megismerte az öreget, aki néki hajdanában katonája volt. E szóval köszöntötte. Tisztességgel, öreg! Köszönöm az asszonynak, felelt a szántóvető. Hát, hány pénzért dolgozik kent? Kérde a király. Én bizony, felséges királyom, hatért. S hányból él kent? Kettőből, mondja az öreg. Hát négyet hova teszken? Azt a sárba dobom. Tovább kérde a király. No, öreg, hány még a 32? A bizony, felséges királyom már csak 12. Hát a bakkecskéket meg tudná-e fejni? Megbízom, felséges királyom, azt mondja erre a király.
Na öreg, az Isten áldjon meg! A kérdéseim magyarázatát addig senkinek meg nem mond, míg a képemet nem látod. Tovább megy a király, és azt mondja az uraknak. Na urak, aki meg tudja magyarázni az én kérdéseimet, annak egy uradalmat adok. De ezek szerették volna kitalálni az urak, de hiába törték a fejüket, nem találták ki. Mit volt, mit nem tenni, visszamentek az öreghez. Körül fogták, kérték, hogy magyarázza meg. De az öreg így szólt. Hát nem hallották az urak, mit mondott a király? Addig senkinek meg nem mondhatom, míg a képét nem látom. De így, de úgy, megfizetik urasan, csak magyarázza meg. Jól van, mondja az öreg, megmondom, ha adnak 10 aranyat. Jól van, leolvassák a 10 aranyat, kérde az egyik úr. Hát amikor a király úgy köszöntötte, hogy tisztességgel öreg, miért feleltek ent, hogy köszönöm az asszonynak? Hát azért, mert az asszony mossa rám a ruhát, a tiszta ruha pedig tisztesség. No, ez igaz. De hogy dobja kend a pénzt a sárba? Hát úgy, hogy 6 pénzből magam érek, 4-et pedig a fiamra költök, az pedig annyi, mintha a sárba dobnám, mert sohasem látom. Jó van, mondják az urak, és azt kérdi az egyik. Hát az mi? Hány még a 32? Megmondom azt is 10 aranyért. Jól van, leolvassák azt is. Ennek az a magyarázata, hogy amikor fiatal voltam, 32 fogam volt, most meg már csak 12. No lám, ez nekünk eszünkbe se jutott. Hát a bakkecskéket hogy tudnák kent megfejni? Azt is megmondom 10 aranyért. Jól van, leolvassák a 10 aranyat. Hát úgy fejem meg a bakkecskéket, ahogy most a kendeket is megfejtem. Az urak erre a nagy bosszúságukban csak annyit mondtak. No megálljon Ken, majd megmondjuk a királynak, hogy megmagyarázta a kérdéseit, pedig még a képét se látta. Nem-e? Mondja az öreg. Én nem láttam volna királyunk képét. Itt van Ni, és mutatja a pénzen a király képét. Mert úgy tudják meg az urak, hogy a király is így értette, hogy addig senkinek meg nem magyarázzam a beszédet, míg pénzen nem látom a képét. No, erre már az uraknak se volt több szavuk. Ott hagyták az öreget, s nagy szégyenkezve a király után kullogtak. Itt a vége, fuss el vére, kerek erdő közepébe. A bolha bőrcipő. Széki népmese. Hol volt, hol nem volt hetet hét országon is túl, de lehet, hogy még az óperenciás tengeren is túl, volt egy király. És ennek a királynak volt egy gyönyörűséges szép leánya. Egyik reggel kényelmeskedett az a leány az ágyában, nem volt még teljesen fölkelve, s egy bolha odaugrott a kezire. Meg is fogta. Na, ez aztán egy fürge állat, mondta a királylány, még én is meg tudtam fogni. De gondolta magában, nem öli meg, hanem elraki egy jó helyre. Na, azzal be is tette a zsíros bádokba. Már vagy 3 hónap elteltivel a bolha felé se nézett, de amikor kinyitotta a bádogot, akkor átkacagott, hogy beleremegett az egész palota. Gyorsan hívta a tímárt, és így szólt. No kérem, én már csak azért hívtam ide magát, hogy tudnál nekem ebből, nem is tudom, készíteni egy szép cipőt. Hogy ne kérem, egyezkedjen a suszterrel, mondta a tímár. Amíg a királylány a suszterrel egyezkedett, a tímár megölte a bolhát és kikészítette a bőrt. Másnapra hozták is a királylánynak a gyönyörűséges szép cipőt. Ekkor aztán így szólt az édesapja. No, édes lányom, elég idős vagy már ahhoz, hogy férjhez menj. Kihirdetem az országunkban, hogy aki számít a kezedre, az jöjjön és kérjen meg. Nem, édesapám? Egészen mást hirdessen, mégpedig azt, hogy én csak ahhoz megyek feleségül, aki kitalálja, hogy miféle bőrből van az én cipőm. Jól van, lányom. Ki is hirdették országnak, világnak, hogy a király lánya csak ahhoz megy feleségül, aki kitalálja, hogy miféle bőrből van az ő cipője. Na erre aztán jöttek, mentek hercegek, grófok, de még válogatott cigánylegények is. De egyik is se tudta találni. Na de volt közöttük egy grófi fiú. Az megtetszett a királylánynak. Az
annyi minden találgatott össze-vissza, de sehogy nem sikerült neki. Ezek ketten addig beszélgettek, hogy bezárták a palota kapuját. A grófi fiú gondolta, elalszik valahol a palota egyik zugában, majd másnap reggel újra beáll a sorba. De ekkor aztán mi jutott eszébe? Bebújik a királylány szobájába. Hát, ha sikerül valamit kitalálnia. Be is bújt a királylány szobájába, s majd mikor jött a királylány készülődni a lefekvéshez, mint tartotta volna visszabeszéddel. No, ez aztán egy szép cipő, senki ki nem találja, hogy bolha bőrből van. Ennyi kellett csak a királyfinak, amint elaludt a királylány kilopózott a szobából, majd másnap reggel újra beállt a sorba. Amikor rá került a sor, felhangon így szólt. Én tudom, miből van ez a cipő, méghozzá bolha bőrből van. Az igaz, felelte a királylány, mert hát tetszett neki is a grófi fiú. Még aznap papot hívtak, megesküdtek, és még ma is élnek, ha meg nem haltak. Kedves gyerekek, ez volt már a Kincsestráda, természetesen holnap is lesz utazás, invitálunk titeket ismét az Óperenciás Meseünnep Birodalmába. Tartsatok velünk akkor is, sziasztok!